Gátépítés homokzsákokból, tájékozódás füstsátorban, illetve emberek kimentés a csónakkal. Többek között ilyen feladatokat kellett megoldaniuk a diákoknak a megyei katasztrófavédelmi ifjúsági versenyen. A helyi fordulókat a napokban tartották, több hónap alatt készültek a diákok. Készültünk a biciklizésre, akkor, hogy milyen katasztrófák jöhetnek elő, meg hát így többnyire az összesre, amit csak lehet, arra tudtunk készülni. Egerből három csapat jutott tovább a megyei fordulóra. Az egri Pásztorvölgyi Általános Iskola tanulói, az egri Lenkei János Általános Iskola diákjai és a Wigner Jenő Műszaki Informatikai Középiskola növendékei. Csapatban van két rutinosabb, aztán már több éve járunk. Többször is megnyertük a megyét, általánosabban kijutottunk országosra. A Heves megyei Polgári Védelmi Szövetség és a megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szervezésében a fiataloknak 13 feladatnál kellett jól teljesíteniük ahhoz, hogy kategóriájukban a legjobbnak bizonyuljanak, és tovább jussanak az országos fordulóra. Így megismerkedhettek a tűzvédelmi és biztonsági szabályokkal. Nem titkolt célunk, hogy a fiatalok számára bemutassuk a katasztrófavédelem szervezetét és a katasztrófavédelem feladatait, és hogy reméljük, hogy meg is kedvelik, és talán ezt a pályát választják későbbiekben az életük folyamán. A közeljövőben 25. alkalommal szervezik meg az Országos Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyt, melyre minden megyéből egy általános és egy középiskola csapatai jutnak tovább.